Ahogy látjátok a felvétel is, ez egy tipikus egy ilyen tüskevár, mint gyerekkorunk tüskevára. Rengeteg madárral, rengeteg hallal és mindenfajta állatkával. Augusztus végén készült el a Tiszató legújabb turisztikai attrakciója, a Tiszavalki kilátó, amely a helyiek névadásának jóvoltából a Nagy Lilik kilátó nevet kapta. Érdekessége, hogy csak a vízről közelíthető meg, a szivárvány kikötőből 800 méteres hajóúttal. Tiszavalk egy igen picike település, egy közel 300 fős település. Tiszavalki önkormányzat pályázott a turisztikai központon keresztül erre a kilátóra. Arról azt kell tudni róla, hogy ez egy 12 méter magasan vagyunk most éppen, ez a második szint, kétszintes a kilátó. Vörös fenyővel építettük, pont azért, hogy ez egy tartós történet legyen, tehát ne egyik pillanatról a másikra dőljön össze, hanem reméljük ez még 30 év múlva is itt lesz az a kilátó. A Tiszató 50 évvel ezelőtt emberi beavatkozás során létesült. A maga 120 négyzetkilométerével Magyarország legnagyobb mesterséges vízfelülete. Eredeti célja a mezőgazdaság öntözési vízszükségleteinek kielégítése lett volna, de ennél sokkal több lett 5 évtized alatt. Sporthorgász paradicsom, de a természetközeli élmények kimeríthetetlen tárháza. A kerékpáros turizmus egyik központja, a vadvízi sportok kedvelőinek célpontja, ugyanakkor egyre több természetfotós is felkeresi. Annak ellenére, hogy ember alkotta a tavat, mégis az érintetlen természet, a páratlan vízi és madárvilág otthona. 50 hal és 200 madárfaj él ebben a sajátos környezetben. Itt egészen más töménységbe kapja az ember a természetet, a madárvilágot, a vízi világot, a növényvilágot. Én beszoktam mutatni még azért a néphagyományainkat, a beszédbeinkbe, hogy szőjük bele a természetet a magyar nyelvben, aztán a gyógynövényeket. Mondok egy másik példát, most szombaton Semmelweis Orvostudományi Egyetemről voltak itt orvosok, akiket gyógynövény túrára hívtam ki, tehát tematikus túra, gyógynövényről gyógynövényre mentünk, és mondtam az orvosoknak, hogy ezt régen, hogy mit, miként, hogyan használták. Hát mondanom sem kell, 98% nekik újdonság volt. A Nagy Lilik kilátó működése a Tiszató vízszintjéhez igazodik. A nyári vízszint beállításától, vagyis kora tavasztól ősz közepéig a téli vízszint beálltáig látogatható.